little bit of quiet in the house, please. She wants a little bit of quiet in the house. My father's on his way to cross the seven seas, so don't you cry, oh, don't you sigh, goodbye, now she... Mi dologba jársz, testvér, kérdi ez a valaki, de már akkor ott állott közel, az orcája pedig lehideg, s meszes volt. József nem bánta, és örvendett erősen, hogy kapott be egy embert az idegen világba. De mi láttál erre barompásztorokat, jó ember, s egy nagyocska nyájad? No, erre biz nincsenek, de talán a közelbe se. Ejsz, elég szomorkás én nékem, azt mondja. Most, hogy kapom még őköt itt az ezer idegenbe, hová s merre induljak immán? Nézz oda, testvér, azt mondja, ha oly erős sem. Viszket el, hogy tanálkozzál vélek, nem bánom. Segíthetek, ha kívánkozol. Néhát, amíg ezek itt kosztoznak, menjünk rá frissen, lássuk, a testvérjei mit csinálnak. Hát odafölülnek Dotánba. Már itt megvacsoráltak jóval. Annak okáért szuszognak, s hallgassák a szép beszélgetést a régi időből. Eztet a Júda mondja. Aztán Izsák nevekedett nékiek szépen. Ábrahám meg a neje Sára örventek, hogy né, az angyal nem hazudott. No de aztán egykor leszólt a hang Ábrahámnak. Hallod, Ábrahám? Ím hol vagyok. Tessék parancsolni, azt mondja. Hát arról lenne szó, vedd ezt a fiad, s áldozzad nékem. Égessed meg a tiszteletemre, hallod? Hallom, de néha gyermek még, s őt ígérted, akkor az mitől volt jó? Bonyakodott, ugye, mert erősen sajnálta Izsákot. E volt néki a selem báránka. Na, jó van. Ez eltőtt, erős volt a szó, csak meg kellett tenni. Másnap megint fölvirradott. Hát már jókor reggel elkészülősködtek. Vette a fát, gyújtóst, akire az Izsák térje püljön, s kötte a szamárra. Aztán a gyermek ment az apja után, vitte a fejszét így a karján. Na, elérkeznek egy helbe. Akkor az apja főpakolta Izsákra tüzelőt, mert ott már olyan köves meredek volt, hogy a jószág sem ment el. Megint mennek.
egyszer azt mondja az ábrán, álljunk meg, mert itt jó lesz. Akkor egybeállítgatták azt a kis oltárformát, keresztbekasba csinálták a fákot. Jaj, édesapám, azt mondja a gyermek, mondjad, fiam. Hát, azt mondja, de úgy nevetett, azt mondja, ihol a fa, s a fejsze, de hun a bárán. Elfeledte édesapám a lényeget az égő áldozat, ó. Ne bánd, azt mondja, nem a te dolgod. Azt köllött föltérgyepüljön az izére, hogy a Máriába mondják, a köröszt fák tetejébe. A volt nekiek az oltár. Erős párgával egybekötte a keze s lába bokáját, az ölfákon áthurkoltas görcsöt csinált, tehát a gyermek a nyakát már hajtogatta lefele, hogy az apja vágja el. Hát né, akkor ott valahol a gazban megjelent egy angyalforma illető. Milyen csta Júda esztet a szájából kihelytette? Abba a helbe a botos ember már ez a szopott fejű. Ott volt előttük. Alá szolgálja a testvérek, azt mondja, azt meghajlítsa magát, szifrálhadar a kezébe, mint egy komornyi. Már messzire beszédet hallottam. Nem én zavarok, jó emberek, mert egy kis segítség el kéne. Mert oda lenne a vőcs közt, valami honka szamáron, egy ember riadoz, azt mondja, nem tudom, tán a hideg veri a hímes kúnyába. A testvégyeikkel inspekciózni néki, azt mondja. No, ezek ódarú, hallgassák ütet egykorig. Aztán egy a másra kezdi ez is, az is a farát innét túl nyiszálni, hogy rendet tegyen valami szerrel a zal felé. Ő meg úgy kacagott, gyütt ment a szél, sakálni. Egybecsoppant a pofája. Ő megbúsult ez az illető, s kiáltott valamit utánnak.